A Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében május 17-től 20-áig szórakoztattak a vendégek Szekszárdon, a Pünkösdi Fesztiválon. Az esemény számos programot kínált. Az időjárás is kedvező volt, igazi nyárias időben töltődhettek fel a kilátogatók. Egy nagyon jó hangulatú és sikeres fesztiválnak értékeljük kollégákkal. Természetesen egy tartalmas elemzés majd úgyis a következő napokban, hetekben megtörténik, de első benyomásunk is az, hogy az emberek szívesen fogadták a sokszínű programot, közel 80 különböző kulturális esemény valósult meg. Az igazgató elmondta, szerencsére közlekedési problémák nem történtek, és rendbontásokat sem tapasztaltak. Mivel mi a szekszárdiak fellépését kiemelten fontosan kezeljük, az a sok hagyományőrző, tánccsoport, énekkar, zenekar, vagy kis gyerekprogramot előadó, most órákig sorolhatnám ugye a neveket, de mindenki ismeri a helyi szereplőket, nagyon színvonalas programmal készültek, és nem csak a szülők hozzátartozók, hanem sok-sok vendég is kíváncsi volt ezekre is. Sokan családosan látogattak ki a fesztiválra. Most kipróbáljuk a kisgyerekkel a körhintákat, körülnézünk itt a kirakodóson, csak most jöttünk, úgyhogy még annyira nem néztük, hogy mik vannak. A gyerekek természetesen idén is szívesen ültek fel a különböző játékokra. Nekem nem volt hány ingerem, amúgy tök jó volt ott az a nagy kanyar, ahol úgy ott megindult el, és így egyszer csak felmentél, majd utána megint lezuhantál. A Pünkösdi Fesztivál nem lenne teljes az ételek büfék nélkül. Jelenleg itt ebben a büfékocsiban most minifánkot árulunk, töltött csúra, székelsát, üdítőket, kávét. A másik büfénkocsiban van még hotdog meg hamburger. Meg annyi árus érkezett Szekszárdra, hogy különböző termékeit kínálja. Ennél a standnál dél-amerikai termékeket, pánsípot, furuját, ékszereket vásárolhattak a vendégek. Vannak például a pánsípok, amik bambuszból készülnek, szőttes táskák, kifejezetten dél-amerikai szőttesből, dióból készült ékszerek, pipák, füstölők. Szekszárdon természetesen a borok sem maradhatnak el. Kevés, akkor itt vagyok. Oké, ciao. Ez a családi pincészet, ez már több régóta működik. Eperborokkal foglalkozunk, és eperpálinkával. És a borok meg ugyanak, hogy van az édes, a száraz és a kétfél édes. A Babits Mihály Kulturális Központ Szekszárdon legközelebb 4 év után, május 25-én és 26-án a Hári János Mesefesztivállal várja a vendégeket. Júniustól pedig a Garai téren a labdarúgó Európa-bajnokság idején szoríthatunk közösen egy szurkolói bázisban a magyar válogatottért.